Megújult a Ramocsaházi Nyárádi Mihály Általános Iskola intézménye. A kistelepülés iskolájában korszerű, innovatív oktatás zajlik évek óta. Közel 750 millió forint értékben 7 iskola újult meg a Kisvárdai Tankerületi Központban az elmúlt időszakban. Hosszú évek, évtizedek óta nem volt olyan mértékű beruházás, amely az oktató-nevelő munkát ilyen nagy mértékben segíti. Ezek a fejlesztések összesen 2010 diák hétköznapjait segítik. A tankerület számára fontosak a hátrányos helyzetű kistelepüléseken működő intézmények fejlesztése. Így például a Ramocsaházi Nyárádi Mihály Általános Iskola is kapott 55 millió forintnyi támogatást a korszerűsítésre. A tankerületi központunk az EFOP 4.1.3 17-es kódszámú pályázat keretében 7 intézményben pályázott felújításra, infrastruktúrális fejlesztésekre. Ezekben a fejlesztésekben megújultak az intézményeknek a belső területei, megújultak a nyilászárók, felújításra kerültek a mosdók, fűtéskorszerűsítésre is sor került, illetve taneszközöket vásároltunk, iskolabútorokat, irodabútorokat. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban a Ramocsaházi Nyárádi Mihály Általános Iskola intézmény vezetője, Szeged Imre Istvánné, kezdett sokkal. Üdvözlöm. Mire elég 55 millió forint? Hát ugye már részben említették, de az ön intézményét miben érintette, mennyiben érintette a felújítás? Az én intézményemet egy bejáratát helyezésben érintette, illetve egy mozgáskorlátozott bejárat elkészítésében. Az infrastruktúrális fejlesztés megnyilvánult még abban, hogy átalakították az orvosi szobánkat, egy fejlesztőszobát hoztunk létre az intézményen belül, a nevelői szobát kicsinyítettük a terét, mert nekem nem volt igazgatói szobám, együtt voltam az iskolatitkárral, így lett az egy helyiségből 2, illetve 3 kisebb helyiség. Valamint a takarítók részére egy takarítószertár került még kialakításra, és egy lépcsőt újítottak fel, illetve a hozzátartozó korlátokat. Valamint felújításra került a salakpályánk, ami már nagyon megérett arra, hogy új salakot rakjanak rá. Valamint lett egy rekordtámpályánk, ami 60 méter hosszú, és egy hozzátartozó távolugró gödör. Ha jól tudom, nem ez volt az első fejlesztés, hiszen már korábban azért számtalan ilyen modernizációs folyamat zajlott. Igen, 1992-ben épült a tornatermünk. Ez egy 18x36 méteres tornaterem, ez nagyon nagynak számít itt a Baktalórendházi kistérségben. És 2016-ban került felújításra a parkettája, akkor felcsiszolták és lelakkozták, akkor a tankerületnek a költségvetéséből adtak rá pénzt tulajdonképpen, illetve a mosdókat újították még fel, viszont nem maradt már arra elegendő összegünk, hogy a vonalakat felfessék, és most ebben a pályázatban még ez is megvalósult. És emellett, hogyha jól tudom, akkor modern eszközök mellett zajlik az oktatás, tehát gyakorlatilag minden adott ahhoz, ami mondjuk egy 21. századbéli intézményben az oktatáshoz szükséges. Igen, 8 tantermünk van felszerelve digitális táblával. Ebből 2009-ben vásároltunk 6 darabot, ez egy pályázatnak köszönhetően került az intézménybe, illetve 2 darab táblát az iskolánknak az alapítványa, az Úton Európába alapítvány vásárolt. Most már kaptunk új laptopokat is, ez a gyerekeknek az IKT kompetenciáját fogja fejleszteni, hiszen a kollégáim azok... Mi az az IKT kompetenciánál? Segítsen. Hát a digitális kompetenciájukat fogja, tehát az IKT eszközök azokat fogják segíteni. A kollégáim azok nagyon innovatívak, 2009-ben volt egy pályázatunk, egy támopos pályázat, és ott több mint 400 óra továbbképzésen vettünk részt, ahol a digitális táblának a használatával ismerkedtünk meg, illetve smart feladatokat készítenek a kollégák már a saját, illetve a gyerekek szórakoztatására is.
Tehát nagyon élvezik. Tudják, tehát tanítani tudják, és igaz. Akkor igen, ez lett volna akkor a kérdésem, hogy a diákok mennyire élvezik, vevők erre a történetre? Nagyon vevők a diákok erre a történetre, sőt, most volt a múlt héten pénteken a diák önkormányzatunknak a gyűlése, és azt kérték a gyerekek, hogy ha lehet, akkor matematika órán hadd használják már a saját okos eszközeiket, akár a telefonjukat is. Én azt mondtam, hogy igen, lehet ezt használni, de én úgy gondolom, hogy annyira még nem tartunk ott, viszont vannak laptopjaink, és van egy nagyon innovatív pedagógusunk, aki ezt nagyon magas szinten űzi, ezt a mesterséget, és ő is vevő erre a dologra, és szerintem fogjuk használni matematika órán ezeket az új laptopokat, amelyeket most kaptunk a pályázatban. Mert több évtizeden működik az intézmény, hát arra kérném, hogy azért úgy nagy vonalakban legyen oly kedves, és mutassa be, mi az, amit fontosnak tartanak akár az oktatás során, illetve miben tartják saját magukat erősnek. Az intézményünkben jelenleg 108 tanuló jár, nagy részük halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. A szülők azok a közfoglalkoztatásban dolgoznak, és nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezeknek a gyerekeknek a felzárkóztatását elvégezzük. Jelenleg zajlik egy testvériskolai pályázatunk. Itt angolból, matematikából, illetve magyar nyelv és irodalomból zárkóztatunk fel 50 gyereket. És vannak tematikus foglalkozásaink, ahol az egészséges életmóddal, sporttevékenységgel, az Európai Uniónak a megismerésével foglalkoznak. Én úgy gondolom, hogy nagyon aktívan veszünk részt ebben a hátrányos helyzetű programban, hiszen az útra való pályázatban is nagyon sok tanulónk vesz részt. Általában van két tagintézményünk, és a Nyírkércsi tagintézményben is van 7. illetve 8. osztály, 10-15 tanuló van ebben az útra való pályázatban. Egy vidéki iskolának egyébként milyen problémákkal, kihívásokkal kell megküzdenie ön szerint? A demográfiai mutató azt gondolom különösképpen problémás igen, lehet, ugye? Igen, ez nagy probléma számunkra. Egyébként a csökkenő tanulói létszám, tehát ez nagyon nagy nehézséget jelent. Ebben a tanévben még tudtunk indítani önálló első osztályt, viszont a már harmadik és a negyedik osztályunk összevontan működik. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tantárgyakat összevontan oktatunk, tehát ezek a készségtárgyak, testnevelés, ének, rajz és technika tantárgyak. Egyre fogyunk, sajnos ezt kell, hogy mondjam, és ez a pedagógusoknak nagy lelki teher, mint ahogy nekem is nagy lelki teher, és ez nem igazán jelent megnyugvást, mert azt látom, hogy sorvad el az intézmény. Uh-huh. Viszont azért a közösséget azt megpróbálják erősíteni, ha jól tudom, különféle rendezvények által, ugye? Igen, tehát, igen. Hogy azért a családokkal is tartsák a kapcsolatot. Igen, van családi napunk. A Népmese jegyében zajlott tavaly a családi napunk. Ebben a tanévben pályorientációs nap keretében, illetve pályorientációs napot szerveztünk, és akkor vártuk akkor is a szülőket. Mivel munkanap volt, most nem igazán tudtak eljönni, de az előző évben fákat ültettünk az iskola területén, mert a régi nyárfákat, amikor én oda jártam, még volt 3 nagy nyárfa, és még az én időmből ott voltak, de sajnos már megérettek a kivágásra, és nyárfákat ültettünk az iskola udvarára, valamint farsangra hívjuk a szülőket különböző sportrendezvényekre, nyárádi estet szervezünk, és általában 200 fő megjelenik a jótékonysági rendezvényünkön. Köszönjük szépen, hogy itt vált nálunk, és jó egészséget kívánunk önöknek. Köszönöm és minél több nebulót. Köszönöm szépen.